Bognár Ottilia állami tulajdonban lévő temetkezési vállalat szolgáltatását vette igénybe szerettei halálakor. Ja sam i mog muža sahranila sa državnim, tako da mislim i moji roditelji su pod državnom sahranjeni. Sokan azonban magáncégekre bízzák a temetési szertartás elvégzését. Ez a gyakorlat most befejeződhet Szabadkán. A szerbiai alkotmánybíróság döntése miatt kizárólag a temetkezési közvállalatok végezhetik a szolgáltatásokat. Ennek a határozatnak az értelmében a magáncégek megélhetése veszélybe kerülhet. A Szabadkai Városi Képviselő Testület csütörtökön dönt erről. Amennyiben elfogadják, a szabadkaiak nem választhatják meg, hogy melyik cég végezze szeretteik temetését. A magánkézben lévő vállalatok vezetői ellenzik a közvállalat monopól helyzetbe jutását. Egyetértünk, hogy az elhantolást magát azt csak ők végezhetik, viszont nem értünk egyet azzal, hogy az elhantolás fogalma alatt besorolják a szertartást, amit mi végzünk és mi vezettünk be Szabadkán. Nem értünk egyet, hogy besorolják a hűtő használatát, mert annak aztán tényleg semmi köze hozzá, és azt, hogy mi nekünk még ne legyen szabad a koporsót kikészíteni se. Mirko Stefkovics kiemelte, nem ért egyet a határozattal. A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia titkára elmondta, a magántemetkezési vállalatok évek óta végeznek szolgáltatásokat a katolikus egyház tulajdonában lévő temetőkben, és az együttműködés kiváló. Gledamo to da groblja koja su u našem vlasništvu da ih mi održavamo. Otprilike znamo što je sa onom imovinom i kako se održava koja je u društvenom vlasništvu. Crkvena imovina nije društvena, nego je crkvena i zato evo mi na ovaj način i ovdje apeliramo da se ozbiljnije uzmu ovakve teme. Szerettük volna megkérdezni a Pogrebno temetkezési közvállalat illetékeseit is, ők azonban nem jeleztek vissza adásunkig. Egyébként más településeken már évek óta csak a helyi közvállalat temethet, például Csantavéren a Komval.